A több tucatnyi játék között mindenki megtalálta a neki legjobban tetszőt. Nekem az a feladat volt a kedvencem, amikor fel kellett raknia egy darab szögre a csomó kis szöget. Ez egy nagyon jó kihívás. Nekem a legjobban ez az ágyú jött be, amikor teli van rakva porral, akkor leginkább lehet vele szórakozni. A gyermekek elmondása szerint sokat tanulnak a kiállításon látottakból, hiszen játékos formában mutatja be a természeti törvényeket oly módon, hogy ők maguk működtetik a kiállított eszközöket. Hasznos, hogy tesznek bele egy kicsi játékot, mert ezáltal sokkal jobban megszeretjük a fizikát. Hát én is ugyanígy vagyok vele, mert a fizika, hát mindenki azt mondja, hogy ez annyira nem jó tantár, de így egy másik formáját is megismerhetjük. A pedagógusok is fontosnak tartják az ilyen és ehhez hasonló kiállításokat. Úgy gondolják, remek kiegészítői a tanóráknak. Gyakorlatban is megtapasztalhatják és kipróbálhatják ezeket a dolgokat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon élvezik a gyerekek, és 5-től 8. osztályosig vannak itt a tanulóink, és mindent kipróbálnak és játszanak, tehát felszabadultan játszanak. Hozzátette, szerinte a látogatás hatására a diákok aktívabbak lesznek az órákon, nagyobb kedvel fogják a fizikát tanulni. A kiállítás péntekig látogatható a Grassalkovics Művelődési Házban.